Bonjour! Üdv újra a csatornámon! Ma ez egy festős videó lesz! Yeah! 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 Szóval gondoltam, hogy adok egy drága barátnőmnek ajándékba valami személyesebbet is, úgyhogy most festni fogok neki egy képet. Meglássuk, hogyan fog alakulni. Szóval... ennek a temperáim. Ebből a legtöbb már kiszáradt sajnos, és ezek sincsenek jó formában. Na, amit elmondanék, hogy azért nincsen sok tapasztalatom festés terén, 2 éve már nem festettem semmit, és de azért voltak képeim, amelyekre majdnem, hogy büszke vagyok. A festésben nagyban motivált Bob Ross munkássága, az ő videói alapján is festettem egy párat, és szerintem nagyon jó sikerültek, és nagyon jó videókat is csinált annak idején, imádtam. De ma nem az ő videója alapján fog festeni, hanem egyet megpróbált magamtól. 2 év után, először, félig kiszáradt tempera festékkel, biztos jó fog elsülni. Szóval a mai napon ezt a képet próbálom lefesteni, meglátjuk, hogy sikerül. Na, szóval készen lennénk a képünkkel, mutatom is, hogy hogyan sikerült. Hát igen, igen. Nem igazán tökéletes a torony, kicsit ilyen össze-vissza van a eredeti képhez képest, nem igazán hasonlít, de viszonylag jól sikerült. Lehet csinálok még egyet. Na jó, az első képünk kész. De én még mindig nem vagyok biztos benne, hogy ezt akarom odaadni ajándékba. Viszonylag jól sikerült, a színek mutatósak, de nem is tudom. Megpróbálok még egyet csinálni, egy másik, teljesen másik típusút, és meglátom az, hogy néz ki, és majd azután döntök, hogy melyiket fogom odaadni. Hogyha nézed ezt a videót, és te kaptad ezt az ajándékot, akkor előre is sajnálom. Ezt a képet fogom megpróbálni lefesteni. Igen. Szerintem nem lehetetlen. Úgy érzem, megvannak rá képességeim, hogy ezt a képet lefessem. Az, hogy fog kinézni, az már egy másik téma. Kezdjük is neki!
Na, és itt is vagyunk. A második festményünk is elkészült. Íme a végeredmény. Íme? Hát nem vagyok teljesen megelégedve. Kicsit túl sötét lett a ég volt, és a tükröződése. Az eredeti képen inkább ilyen napos kép volt. Én pedig egy jobb borús képet készítettem. De nem baj. Viszont ez egy multifunkciós kép, ezt nézzétek. Na, ez már igazi művészet, ugye? Szóval lehet így is használni, és így is használni. Egészen hasonlít a tükörkép is. És sokkal jobban dominál ezen a oldalon a világosabb szín, szóval... Ez egész jó lett. Jobb lett, mint amire számítottam. És nehezebb is volt, mire számítottam. Szóval, az első képet nagyjából egy órát tartok megcsinálni, ugyebár nem is volt olyan nehéz, hiszen a nagy része égboltból állt, és sötét sziluettekből, és a második képet pedig másfél órába telt megcsinálni. Hűha! Nem is tudom igazán, hogy melyiket fogom odaadni. Mindkettővel eléggé meg vagyok elégedve. Szóval ennyi volt mára a videó. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Hello!